Fista bácsi. Most akkor maga azt mondta az előbb, hogy határvadásznak akar jelentkezni. Én nem kellek már vakon. Hát a maga korában, hát te miért? A vakon is lehet vadászni. De, hogy olyat még nem látod, hogy valaki vakon bakot lőtt? Hát én még egy bakot lőnék. Hát vakon is lehet, játszani is lehet vakon. Nem vakon, például vakon. A Fire-ba kidobok 4 ászt vakon. Na, igaz, hogy csak azért, mert úgy kevertem. De Pista bácsi, én féltem magát, ne menjen ki a frontra. Dehogy megyek én majd. Itt van ez a szép asszony, nézze meg. Örülök, sose fogjuk látni. Na kérjetünk az anyajegyét. Erzsike, a Pista bácsi meg akarja nézni az anyajegyét. Hát tényleg megsültem. Nem mondja. Hát erről egy püfélik egyet. Na jó, akkor az a lényeg, hogy ne menjen határvadásznak. Dehogy, de nem is kell. Pista bácsi azt is mondta, hogy Józsán van trolibusz járat is. Hogy, az egy olyan nagy város? Hát oda se tolták, de nemzetközi repülőtér, nagyváros, űrhajó, ott még a minisztérium is volt Debrecenben. Tényleg? Hát persze. És tengeri kikötője van Józsának? Nincs annak. Csak az alföldi havasok. Annak a tövében. Hát tudja, ott van az a 10 kilométeres hegy. Maga mondta, hogy még a németek bombázták le. Hegy, már csak a romjai vannak. Az nem hegy. Az nem katonai. Az csak egy csúcs. Na, szóval Pista bácsi, visszatérve, ne menjen katonának. De ott az nem jó rá van, hanem zelemeire. Én ahogy elnézem magát, eléggé megviselte az ukrán front is, magának pihenése van szüksége. Inkább maradjon itthon. Na, inkább igyon tovább, kedves egészséggel, Pista bácsi.